a bútorokra szokták rákosírozni. Nem, hát egyszerűen olyan szintű kisebbségi érzésem támad, hogy ezt úgy gondoltam, hogy tovább nem tudom tolerálni. Na de a viccet félretéve... Hallgassuk Anettet. Tehát ezek kasírozott furnérból készültek, amiből... A kasírozott az azt jelenti, hogy a furnér valamire rá van ragasztva. Igen, ugye? Igen, tehát... ilyen vetex nemű anyagot van. Igen, igen. És maga ez az a vékony furnér, amit ugye bútorokra ráragasztanak. Igen, ugye bár? Tehát ez a központi furnérellátóban. Igen, igen, egy gyárba tagot sem a választok. Ja, ők is nevetnek, de jó! Na, jó van, mert ezek a modellok, ezek olyan ridegségek szoktak lenni, meg úgy nem nagyon lehet velük viccelni. Mi tartja ezen... össze ezt a rengeteg kis elemet? Ezek össze vannak ugye varva? Ugye textilre vannak rávarva ezek a ruhák, úgyhogy azért... Na, akkor bocsánat, viccel... ezt most egy picit így meg kell lebbentenem. Ó, igen. Tehát ez egy textilre, a textil alapra igen, van rádolgozva. Igen, szóval alatt ez teljesen kényelmes. Isteni! Nagyon jó, de én úgy érzem, hogy megmaradtam a jóizmés határaim belül. Csodálatos. És akkor például azt hogy csinálod, hogy úgy fel, amit én már nem? Hát, tehát ez... Igazán... hát, hogy úgy felmerevedik. Ez az anyagnak a sajátossága. Ja, hogy az egy prűdebb. Igen. Jaj, drága szomszéd, azt mondja, mondta 10 évvel ezelőtt, hogy Sanyi hozzon valami jó prűd anyagot. Mert valami ingebet javított, a sprődre gondolt, oda. Tehát akkor ezek spröd, sprődebb és még sprődebb. Na most én csak kérném azt a széket. Hova? Adjön. Tudnélik, hát fel kell tennem azt a kérdést, hogy ezek rendkívül dekoratívek. Dekoratív. Maradjál vak. Abszolút. Hát nem, hát egy üzletbe indul ma. Ma összehozunk mindent, amit lehet. És az is világos, hogy ma már a kortárs haute couture-ben. Sanyi, na nem ez a lényeg, hogy nem feltétlenül kell ezeknek hordhatónak lenni, hát én nézek időnként, én rákattantok, hát rettetes dolgok jönnek, de annyit meg lehet kérdezni, hogy ebben mondjuk le lehet ülni? Hát ez egy parti ruha, tehát elsősorban ilyen vagy állunk, elegáns. Vagy fekszünk. Tehát, igen. Nem, tehát a parti ez egy teljesen világos, tehát parti nagy ücsörgés nincsen. De mondjuk, például ebbe esetleg ebbe le lehetne ülni, vagy akkor az gyűrődik? Óvatosan. Megnézzük? De ha nem akarod, nem. Inkább nem. Álva szebbek. Hát valamikor én is ezt mondtam. Köszönöm szépen! Kedves hölgyeim, nagyon szépen köszönöm, és bocsássanak meg, kis macsos naívka posztpubertás poénkáimon. És hát kedves Anett, szívből gratulálunk még egyszer. Indulsz a következő évin? Nem hiszem, hogy indulhatok, mint nyertes. Ó, de... nem? Akkor neked most mit kell? Világkörű utat kell tenned? Vagy? Most egy kollekciót kell legyen. Egy kollekciót kell igen. Készíteni? Igen. És hát ez már tulajdonképpen meg is kezdődött, azt igen, tudom, igen, hogy a Engesztéri buszpályaudvaron vagytok bekvártírozva, amelyből 8 év alatt nem tudtak egy design centert építeni, de ez nem érdekes, de most már talán megépül, igen, meg ott lesz. És akkor csinálsz egy kollekciót, és akkor meghódítjuk Brüsszelt? Például. Na most ez hülyeség szól a világot? Igen? Igen. A kutya fáját. Na igyekezzetek! Nagyon szépen köszönjük! Farkas Anettet látták, hallották, akinek én adok egy puszit. Köszönjük szépen! Köszönjük!